Lionel Messi után Gerard Piqué szerződésének részleteiről is érdekes információkat hozott nyilvánosságra a Mundo Deportivo. A Real Madrid brazil sztárja Vinicius Junior a reklámérték tekintetében hamarosan Neymart is lepipálhatja. Brazil csodagyereket igazolhat az FC Barcelona. Egyre aggasztóbb méreteket ölt a Manchester United adóssága. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka TV-n, ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb foci hírekről. Az Olympiakos görög válogatott védője, a korábban az AS Rómában és a Napoliban is megfordult Kostas Manolas az Egyesült Arab Emírségek profiligájában szereplő Sharjah FC-hez igazol, ahol a 31 éves középhátvéd, aki 2024 nyaráig ír alá, további egy szezonra szóló opcióval, ismét együtt futballozhat majd korábbi római csapattársával és jó barátjával, Miralem Pjanic-sal, aki a hónap elején szerződött az arab klubhoz. A West Ham United a hivatalos oldalán tudatta, hogy 2023. január 2-ától az egyesület korábbi legendás középpályása, a profi futballtól az idén-nyáron visszavonult Mark Noble lesz a klub új sportigazgatója. Olasz lapértesülések szerint az AC Milan már gőzerővel keresi Zlatan Ibrahimovic hosszú távú utódját, a klub egyik kiszemeltje pedig nem más, mint a Chelsea 21 éves albán támadója, a londoniakkal nemrég 2028-ig szerződést hosszabbító Armando Broja, akit az angolok nagyjából 35 millió euróra taksálnak. A Paris Saint-Germain januárban ismét ajánlatot tesz majd Milan Skriniarért az Internek, amely a nyáron 70 millió euróért sem volt hajlandó eladni a szlovák középhátvédjét a párizsiaknak, mivel legalább 90 millió eurót akart kapni érte. A franciák állítólag most abban bíznak, hogyha a játékos nem hosszabbítja meg a jövő nyáron lejáró szerződését az olasz klubbal, akkor a téli transfer szezonban akár már 25 millió euró is elég lehet a megszerzéséhez. A török CNN szerint a Manchester United szemet vetett a Napoli dél-koreai középhátvédjére, Kim Min-jae-re, akit az olasz klub idén nyáron a Fenerbahce-től vásárolt meg a Chelsea-hez tartozó Kalidou Koulibaly pótlására, az ázsiai játékos pedig eddig ragyogóan teljesít a dél-olasz csapatban. A hírek szerint a játékos szerződésében 50 millió euró körüli kivásárlási záradék van rögzítve, aminek a kifizetése a vörös ördögök számára aligha jelentene problémát. Angol sajtóhírek szerint a Premier League jelenlegi listavezetője az Arsenal komolyan érdeklődik az Eintracht Frankfurt 22 éves dán középső középpályása Jesper Lindström iránt, akinek az ügynökével már fel is vették a kapcsolatot az ágyúsok. A Juventus egyik prioritása a jövő nyári transfer szezonban egy új középhátvéd szerződtetése lesz, és a torinói klub kiszemeltjei között ott van az Arsenal brazilja Gabriel Magalhães, a Fiorentina szintén brazil nemzetiségű játékosa Igor, illetve a Frankfurt francia erőssége a lejáró szerződésének köszönhetően 2023 nyarán ingyen igazolhatóvá váló Evan Endika. Kapóssá vált a nemzetközi játékospiacon az Udinese 24 éves portugál támadója Beto, aki a Serie A előző kiírását 11 góllal zárta, a mostani idényben pedig 7 meccsen pályára lépve már 4 gólt jegyez, ennek köszönhetően pedig olyan klubok figyelmét is sikerült magára irányítania, mint a Milán, a Fiorentina, a Napoli, az Everton vagy a Borussia Dortmund. A Manchester United közzétette az elmúlt szezonra vonatkozó pénzügyi beszámolóját, amelyből kiderült, hogy a klub 132 millió eurós veszteséget termelt, ami azt jelenti, hogy minden héten több mint 2 millió eurót bukott a klub, így a vörös ördögök nettó adóssága nagyjából 590 millió euróra duzzadt. Ez nem kevesebb, mint 22,7%-os növekedést jelent az előző évhez képest, amikor is az egyesület nettó adósságállománya 481 millió euró volt. A United pénzügyi helyzete tehát igencsak romlott, és ennek egyik fő okozója továbbra is a Covid, de a megnövekedett bérköltség és az olyan rendkívüli kiadások, mint például Ole Gunnar Solskjær, vagy Ralph Rangnick végkielégítése is közrejátszik abban, hogy az egyesület adóssága tovább nőtt. Amennyiben a Real Madrid megnyeri a soron következő három Osasuna, Shakhtar Donetsk és Hetafe elleni tétmeccsét, akkor 120 éves története legjobb szezon kezdetét könyvelheti el. A királyiak ugyanis eddig mind a 9 idei tétmeccsüket megnyerték, és ha az említett három találkozójukat is sikerrel vennék, akkor megdöntenék az 1961-62-es szezonban felállított klubrekordjukat, amikor is a legendás Miguel Muñoz irányításával egymást követő 12 győzelemmel rajtoltak az idényben. A Bayern München tárgyalásokat kezdeményezett francia világbajnok védője Lucas Hernández 2024-ben lejáró szerződésének hosszú távú meghosszabbításáról.
A Juventus és a Toronto FC korábbi 35 éves olasz támadója, a nyáróta klub nélküli Sebastian Giovinco a visszavonulását fontolgatja. A Dinamo Kiev 2 millió euróért leigazolta a dán Viborg holland középpályását, Justin Lomvejket, aki 2027-ig szóló szerződést kötött az ukrán alakulattal. Bejelentette visszavonulását az olasz Internacionáléval korábban bajnoki címet és bajnokok ligáját is nyerő 39 éves macedón csatár kiválóság Goran Pandev. A Real Madridnál csak kiegészítő embernek számító Eden Hazard a belga válogatott tegnapi meccse után elmondta, hogy nem él meg könnyű időszakot a királyi gárdánál, ahol ugyan jól érzi magát, de ő több játék lehetőségre vágyik. A Paris Saint-Germain kölcsönjátékosaként jelenleg a Galatasaray-ban futballozó Mauro Icardi felesége és egyben ügynöke, Wanda Nara tegnap az Instagram oldalán bejelentette, hogy külön válnak útjaik a férjével, akivel még 2013-ban házasodtak össze. A profi labdarúgók franciaországi érdekvédelmi szervezete a Paris Saint-Germain brazil világklasszisát Neymart választotta augusztus hónap legjobb játékosának a Ligue 1-ben. Hererákja van a Hertha Berlin 28 éves holland támadó középpályásának Jean-Paul Boétiusnak, aki már a negyedik játékos a Bundesligában, akinél ebben az évben ilyen jellegű betegséget diagnosztizáltak az orvosok. A francia élvonalban szereplő Nantes 4 millió euró ellenében megszerezte a másodosztályú Metz jobb hátvédjét Fabian Santonst, aki 2027 nyaráig írt alá a Kanárikhoz. Az átigazolási híreket illetően általában jól értesült olasz újságíró Rudi Galletti cáfolta azokat a pletykákat, amelyek szerint a Juventus Massimiliano Allegri vezetőedző menesztése esetén a korábbi trénerét, a jelenleg a Tottenham Hotspurt irányító Antonio Contét szeretné leültetni a csapat kispadjára. A Bundesligában szereplő VfL Bochum Thomas Letsch személyében megtalálta a nemrég menesztett vezetőedző Thomas Reis utódját. Az elmúlt két évben a holland Fitest irányító 54 éves szakember 2024 nyaráig szóló szerződést írt alá a német élvonalban jelenleg az utolsó helyen álló Ruhr-vidéki klubbal. Az FC Barcelona négy játékosa, Jules Koundé, Memphis Depay, Frenkie de Jong és Ousmane Dembélé is megsérült a Nemzetek Ligája tegnapi játéknapján. Közülük előbbi két játékos sérülése tűnik komolyabbnak, ők ugyanis izomsérülést szenvedtek. Látogass el a büntető.com megújult oldalára és olvass exkluzív interjúkat a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel. Ezen kívül elemzésekkel, sportszakmai tartalmakkal, könnyed ismeretterjesztő cikkekkel és portrékkal is találkozhatsz. A linket keresd a leírásban. Most pedig a kiemelt híreink következnek. A katalán sport úgy tudja, hogy az FC Barcelona vezetősége felvette a kapcsolatot a brazil Palmeiras ifjú tehetségének, Endriknek a képviselőivel. A még mindig csak 16 éves támadót, Endrik Felipe Moreira de Souzát hazája egyik legnagyobb tehetségének tartják, annak ellenére, hogy a felnőttek között még egyetlen mérkőzésen sem lépett pályára. Utánpótlás szinten viszont nem lehet rá panasz. Mindössze 11 esztendős volt, amikor a Palmeirashoz került, és a São Paulo-i Egyesület korosztályos csapataiban 169 mérkőzésen 165 alkalommal volt eredményes. A szélesebb közvélemény akkor figyelt fel rá igazán, amikor csapatával idén részt vett a Copa São Paulo de Futebol Junior nevű tornán, amit csak Copinha néven ismernek Brazíliában, és az egyik legnagyobb korosztályos viadal a futballőrült országban. A Copinhán korábban olyan későbbi sztárok tűntek fel, mint Neymar, Lucas Moura, Paqueta vagy Gabriel Jesus. Az idei torna pedig főleg Endrikről szólt, aki 7 mérkőzésen 6 gólt szerzett, végső győzelemre vezette csapatát, és őt választották meg a legjobb játékosnak. Ezt követően elsősorban a Real Madriddal hozták kapcsolatba, elvégre a Bajnokok Ligája címvédője a közelmúltban sikeresen szerzett meg több ifjú brazil tehetséget, ám a spanyolok maximum érdeklődhettek, lévén Endriknek még profi szerződése sem volt, hiszen ilyet csak akkor köthet, ha betöltötte a 16. életévét. Ez június 21-én meg is történt, az ifjú titán 3 éves megállapodást írt alá a Palmeirasnál, és a szerződés a hírek szerint 32 millió eurós kivásárlási záradékot tartalmaz. Endrik időközben bemutatkozott az U17-es brazil válogatottban is, amelynek színeiben eddig mind a 4 fellépése alkalmával betalált, pedig az ellenfelek nem akárkik voltak. Szép sorjában Mexikó, Hollandia, Anglia és Argentina korosztályos csapatainak a kapuját vette be. A Palmeiras első csapatában még nem debütálhatott, de a legutóbbi Santos elleni bajnokin már leülhetett a kispadra, és alig hanem csak idő kérdése, hogy mikor léphet pályára a felnőttek között.
A Sport szerint minden esetre a képviselői nemrég Barcelonába utaztak, hogy tárgyaljanak a katalán klubbal, amely állítólag jövő nyáron szeretné őt leigazolni, mégpedig olyan feltételekkel, hogy még egy évet marad Brazíliában, és csak 2024 nyarán költözik Európába. Ez persze azért még alig, hanem a Real Madridnak is lesz egy-két szava, sőt, a legfrissebb hírek szerint a Paris Saint-Germain is kivetette a hálóját Endrickre. A brazil O Globo című lap úgy számol, hogy a Real Madrid brazil klasszisa Vinicius Junior egyre nagyobb reklámértékkel bír, és hamarosan a jelenleg ilyen szempontból legértékesebb brazil futballistát, Neymart is megelőzi. Az elmúlt napokban az őt ért rasszista inzultusok miatt még inkább a figyelem középpontjába került játékos még 2018 nyarán, mindössze 18 esztendősen került a Real Madridhoz, amely már egy évvel korábban megszerezte, ráadásul meglehetősen drágán, hiszen a Real 45 millió eurót fizetett a Flamengónak az ifjú titánért. Mindez meglehetősen kockázatos üzletnek tűnt, még ha a madridiak nem is vettek teljesen zsákba macskát, elvégre Vinicius akkor már rendszeresen játszott a riói csapatban. Az európai topfutball azonban más kategória, és egy ideig úgy tűnt, hogy ezt nem is tudja megugrani, hiszen hiába kapott viszonylag rendszeresen játék lehetőséget és voltak felvillanásai. 2020 márciusában például betalált az FC Barcelona elleni rangadón, 2021 áprilisában pedig duplázott a Liverpool elleni Bajnokok Ligája negyeddöntőn. Nem tudott tartósan kiemelkedő teljesítmény nyújtani. Első három madridi idényében mindössze 15 találatot ért el mindegyik tétmérkőzést figyelembe véve, tavaly nyáron azonban valami megváltozott. Vinicius ugyanis elkezdte ontani a gólokat. Valószínűleg sokat számított, hogy míg előzőleg Zinedine Zidane gyakorlatilag a támadó alakzat majd mindegyik posztján játszatta őt, addig Carlo Ancelotti csak a bal oldalon vette őt számításba, és ezen a poszton a legutóbbi szezonban 22 gólt ért el, vagyis többet, mint az előző három évadban együttvéve. A legfontosabb találat alig, hanem a Bajnokok Ligájában a Liverpool ellen elért gólja volt, hiszen ez kupa győzelmet jelentett a Real Madridnak. Az új idényben pedig egyelőre ott folytatja, ahol az előzőben abba hagyta. Az eddigi 9 tétmérkőzés közül mindössze egyetlen olyan volt, amelyen ne lett volna gólja vagy gólpassza. Akármilyen furcsán is hangzik, a táncos gól öröme és az a körüli botrány, amelynek során a méltán bulvár szemétnek tartott El Chiringuito című spanyol tévéműsorban tiszteletlenséggel és rasszista felhangokat sem nélkülözve majomkodással vádolták, még jót is tett az ismertségének, hiszen rengeteg honfitársa állt ki mellette. Az Arsenal támadója Gabriel Jesus például a gólját egy hasonló tánccal ünnepelte a Brentford ellen. A közösségi médiában elterjedt a Táncolj Vini hashtag. Nem csoda, hogy az O Globo arról írt, a támadó egyre nagyobb reklámértékkel bír. Ez persze nem csak a legfrissebb eseményeknek köszönhető, elvégre a játékos mögött is egy komoly stáb dolgozik, tele média szakemberekkel. Nemrég például azt tanácsolták a számára, hogy a közösségi médiában a nevét Viniciusról változtassa Vini Juniorra, ami meg is történt, imár a mezén is ez olvasható. Mindez alighanem utalás a jelenleg legnépszerűbb brazil focistára Neymarra, aki Neymar Junior néven fut a különböző platformokon. A Real Madrid támadója ráadásul immár egyre több cég reklámarca, a Nike-tól kezdve a Dolce Gabbana-n keresztül a Gaga Milano nevű olasz óramárkáig. Az Instagram oldalának közel 21 millió követője van, és Instituto Vini Junior néven egy alapítványt is létrehoztak Brazíliában, amely elsősorban iskolákat támogat. A támadó még csak 22 esztendős, nemrég pedig megkapta a spanyol állampolgárságot, így már nem számít EU-n kívüli légiósnak a Real Madridnál, amelynél a nyáron új szerződést írt alá. Kontraktusa immár 2027-ig érvényes, a fizetése pedig évi nettó 10 millió euró, aminél csak Eden Hazard, Karim Benzema, David Alaba és Toni Kroos kap többet a királyi gárdánál. Lionel Messi után Gerard Piqué szerződésének részleteiről is érdekes információkat hozott nyilvánosságra a barcelonai sportlap az El Mundo Deportivo. A rutinos középhátvéd eddigi pályafutása során már 608 tétmérkőzésen lépett pályára az FC Barcelona színeiben, aminél több meccset csak Lionel Messi, Xavi, Sergio Busquets és Andrés Iniesta játszotta a katalán sztár csapatban. Ebben az idényben azonban Piqué csupán egyetlen bajnoki és egy Bajnokok Ligája találkozón szerepelt, pedig övé a legmagasabb fizetés a keretben, köszönhetően az előző elnökség alatt kötött szerződésének. A barcelonai sportnapi lap az elmúlt napokban egymás után hozza le az érdekes belsős információkat a katalán egyesület sztárjainak kontraktusáról. A Barça Leaks-nek nevezett szériában nemrég Lionel Messi korábbi fizetési igényeit taglalták, most pedig Piqué került sorra. A lap által közzétett iratok szerint, amikor a középhátvéd 2018-ban még Josep Maria Bartomeu elnöksége idején 5 éves szerződést írt alá, és a legfontosabb követelése a fizetését illetően az volt, hogy ő legyen a
a világ legjobban kereső védője, ami nagyjából annyit tett, hogy több pénzt akart kapni, mint az akkor a Real Madridban szereplő Sergio Ramos. Mindez évi nettó 12 millió eurós bért jelentett Piqué számára, ami a bónuszokkal akár még a 15 milliót is elérhette, mégpedig 5 éven keresztül. Ez bizony nem kis összeg, de még mindig eltörpül ahhoz képest, ami a következő 2020-as szerződés hosszabbításnál történt, még mindig Bartomeu elnöksége alatt. Ez gyakorlatilag Piqué jelenleg is élő kontraktusa, ami 2024-ig érvényes, és amikor ezt aláírták, akkor már nyilvánvaló volt a Barcelona rendkívül rossz anyagi helyzete, és ennek megfelelően a világ és Európa bajnok játékos valamennyit engedett a béréből, de akár csak Frenkie de Jong ezt úgy tette meg, hogy a későbbiekben visszakapja az összeget. Ez azt jelenti, hogy a Mundo Deportivo információi szerint a bére a szerződés aláírásának szezonjában, vagyis a 2020-21-es évadban csupán bruttó 18 millió euró volt, de a következőben már bruttó 27,7 millió euró, a jelenlegiben bruttó 29,5 millió euró, és szerződése utolsó idényében a 2023-24-es évadban elméletileg bruttó 40,8 millió eurót kellene kapnia. A hangsúly itt az elméletileg szón van, hiszen a Mundo Deportivo szerint Piqué szerződésében van egy olyan záradék is, amelynek értelmében, ha nem szerepel a Barca meccseinek legalább 35%-ában az idény során, akkor a klub felbonthatja a szerződését. Így mindjárt érthetővé válik, hogy Xavi miért nem játszatja őt. Ezek voltak tehát az elmúlt nap legérdekesebb és legfontosabb hírei. Írjátok meg véleményeteket az elhangzott hírekkel kapcsolatban a videó alatt kommentben, ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra.